A megújult szabályozásnak köszönhetően 2012 első fél évében a katasztrófavédelem hazai rendszere gyökeresen megújult. A törvény ugyanis kibővítette a szervezet feladat és hatásköreit. Az egységes irányítás lehetővé tette a még hatékonyabb védekezést a katasztrófák ellen. Új szervezeti egységek jöttek létre az igazgatóságon. A szervezeti tagoltságunk megváltozott, iparbiztonsági főfelügyelőség alakult, ami korábban nem volt. Iparbiztonsági főfelügyelőség azokkal a létesítményekkel, cégekkel foglalkozik, aki veszélyes anyagot szállít, állít elő, feldolgoz, raktároz. A hazai katasztrófavédelem három alappillérre épül: tűzvédelem, polgári védelem és iparbiztonság. És természetesen kiemelt helyen szerepel a hatósági tevékenység is. Ennek a rendszernek a hatékonyságát igyekszünk növelni, amely a statisztikai mutatóink szerint is jobbak lettek, egyszerűbbek lettek, hamarabb ki tudunk érni a káresetek helyszínére. Tehát mindenképpen szükséges volt, hogy változzunk, hiszen amit már említettem, a szervezeti felépítésünk alapjában megváltozott. A sajtótájékoztatón elhangzott, a következő időszak célja az erős rendszer működtetése, az esetleges hibák korrigálása, a minőség javítása Magyarország szolgálatában a biztonságért.